majdnem másfél évtizedet töltött el aktív légiszolgálatban, ugye a Charlie Bravo, a lajstromér helikopter, azt a festésképet fogja viselni helikopter, amelyikkel annak idején 1980-ban elkezdte a szolgálatát. Március óta már minden nap nyitva az Aeropark, ahol a jó idő megérkeztével több nagyszabású felújítás is elkezdődött. Régi új külsőt kap a Mi-2-es helikopter, ami egykor a mentőszolgálat flottájához tartozott. Gyönyörű külső felújítást tervezünk, és ezt a közlekedési múzeum és az ő általa megbízott, egyébként általuk már kipróbált és ajánlott specialisták fogják végezni, ugyanaz a csapat, akik tavaly gyönyörűen felújították a Mi-2-es repülőgépet. A munka már megkezdődött. A szakemberek hozzáláttak a festés előkészítéséhez. Első körben zsírtalanítás, nagymosás, csiszolás, egy kis alapozó festés, és utána jöhet a szín. Hát ugye a repülőeszközöknek a gyártási technológia, ahogy itt lehet látni, szegecselt felület van, tehát a csiszolása az egy kicsit macerásabb. Megkapjuk a szükséges színkódokat, az eredetihez legközelebbi színeket, és az alapján fogjuk fölvinni a festéket. Szalai Zoltán és csapata már több repülőgépet újított fel, a többi között MiG-21-esek festésével bízták meg őket. Az Országos Mentőszolgálat egykori helikopterének festését a Közlekedési Múzeum finanszírozza. A formája miatt csirkecabnak becézett helikopter sokrétű légi jármű, nem véletlenül szolgált évtizedeken át a hadseregnél, a légirendészetnél, valamint a mezőgazdaságban is. Emellett használták utas repültetésre és teheremelésre. A rendőrség például tavaly búcsúztatta a Mi-2-es típust. Majdnem 100 példány került be Mi-2-es helikopter ebbe az országba. Minden célra alkalmasnak bizonyult, nyilván maga korlátaival természetesen. Önmagában nem egy túlmértezett, nagyobb teljesítményű erőforrással felszerelt helikopterről beszélünk. Összehasonlításképpen, hogyha valaki ide kilátogat, akkor közvetlen a szomszédságában találkozhat a AN-2-es repülőgépünkkel. Most az AN-2-es 1000 lóerő csillagmotorral felszerelt erőforrású repülőgép. Mi-2-es helikopter két gázturbinás hajtóművel, szabadturbinás hajtóművel rendelkezik, és ezennek a két turbinának együtt a tengely teljesítménye mindösszesen 800 lóerő. Ez vagy a pilótán kívül 8 utas szállítására alkalmas, vagy attól függ, hogy helikopteren belül, vagy függesztett teherként 7-800 kg tehernek a szállítására. A Mi-2-es azért is különleges, mivel több alkalommal ezzel a típussal nyerték meg a pilóták a helikopter világbajnokságot. Van egy egészen különleges helikopter pilóta, Imre Lajos, aki ezt a repülőgépet úgy tudja repülni, ezt a helikoptert, mint talán senki más a világon, és hihetetlen tűzoltási bemutatókat is tud ezekkel tartani. Az Aeroparkban hamarosan megkezdődik a Lima Bravo Echo lajstromjelő 234-es pilótafülkéjének rekonstrukciója is. Ez a gép 1969 és 87 között repült a Malév flottájában, és több mint 24 ezer órát töltött a levegőben. Ez a repülőgép egy nagyon népszerű és kedvenc kiállítási tárgyait a látogatóinknak, hiszen ennek az orra üvegezett. Ezt úgy repülték annak idején, hogy a két pilótán kívül egy rádiós navigátor és egy hajózó szerelő volt a személyzet tagja. A rádiós navigátor az üvegezett orrkúpban ült. Ez egy különleges hely, mert ide nagyon szeretnek bemászni a látogatóink. Hát ez a pilótafülke sajnos nagyon rossz állapotban van. Az elmúlt évtizedek nagyon megviselték, úgyhogy most erre szeretnénk fordítani elsősorban az adók 1%-ából hozzánk beérkezett adományokat, amiket hálásak köszönünk ezúttal is. És szeretnénk ezt a pilótafülkét szépen felújítani, az üléseket újra kárpitozni, a nagyon megkopott festésű kormányoszlopot, szalvkormányokat újra festeni, padlószőnyeget cserélni benne, és így tovább. Április első felében pedig a reptéri tűzoltóság, az egyik földi kiszolgáló cég, valamint önkéntesek közreműködésével megtörtént a repülőgépek lemosása.
Az Aeropark felhívására sokan ajánlották fel segítségüket e nagyszabású munkához. ...2018-at egyébként az Aeropark a 254-esnek szenteli, hiszen idén 50 esztendeje, hogy első ízben emelkedett a levegőbe az ikonikus típus, és 45 éve, hogy szolgálatba állt a malév flottájában. A kettős jubileum alkalmából rendhagyó programokat is szervez a Légiközlekedési Kulturális Központ a típus tiszteletére az Aeroparkban.